igazgatóság vezetője az M1-en. Körösi Csaba azt mondta, a világban már most több helyen válságos helyzet alakult ki a vízhiány, az áradás vagy a rossz minőségű víz miatt. Ezek az események eddig ebben most már összekapcsolódtak, milliók életére hatnak. Országszerte tartós esőre kezd. Délután a sok helyen havazás vált el. Keleten és délen hónos esősek. Országban első és másod, illetve most már harmadfokú figyelmeztetés érvényes. Hónos eső és az erőszél miatt. Késő estére a délkeleti megyék kivételével összefüggődik. Délután 1-10, késő este óra 20-an fogad. Csodálatos a kellemes út. Csodás napot neked indítva, az olyan zenéket kértél, hogy megbolondulunk.